Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin, és hát mielőtt lapszemléznénk Fehér Gábor pusztító erejű viccét, hadd illeszem ide, kérlek szépen. Azt mondja, hogy a lapfavágó 2 év után hazatér, látja, hogy a felesége egy csecsemőt szoptat. Kérdezi, hát ez más lapra tartozik. Igen. Egyébként nem akar elvenni a felkábortól, de terjed a neten már ez a poén, hogy ezt ő találta hát, és beküldte, de köszönjük szépen. Igen, nézd, újszülöttnek minden vicc, újra a mondás, nekem nagyon megtetszett, úgyhogy gondoltam másnak is bearanyozom a péntek reggelét. Na nézzük ki, miről ír. Azt mondja, hogy természetesen kötelező gépjármű biztosítás már napok óta felbukkan a sajtóban, most például a napi.hu reggeli vezetője. Legkésőbb november 2-án jönnek ki, ugyanis a jövő év januárjától esedékes új kötelező gépjármű felelősség biztosítási díjak, és hiszitek vagy nem, még mindig 1 millió 100 ezer 650 gépjármű üzemben tartó érintett a naptári éves biztosítási fordulós díjkalkulációs átkötős dologban. Ez egyébként a teljes állománynak, hát valahol találkoztam vele, most nem látom, de az 1/5-e nekem valami ilyesmi szám rémlik. És ja, itt is van, igen, ez a közel 5,5 millió KGFB szerződésnek az 1/5-ét teszi ki, ezen belül is a magánszemélyek tulajdonában lévő személygépkocsik 17,9%-át, ami több mint 636 ezer, szóval a napi.hu ír erről és arról a korábban ismertetett hírről. Szerintem mi is foglalkoztunk vele, ugye, hogy az MNB is megráncolta a homlokát, szemöldökét felhúzta, és hát a biztosítókat kicsit mértéktartásra vagy valami ilyesmit javasolt, megfogalmazta minden esetre a biztosítókkal szemben a vezetői körlevelében, hogy hogy hívják ezt a plusz díjtételt. Tessék? Igen. Tudod, ami nem a bónusz-malusz, mert az amúgy is megváltozik, hogyha valami kár eseményt csinálsz, hanem van még egy ilyen kis büntetőtétel, ami sokszor maga a biztosítás nagyságával is vetekedhet, és ez bizony nagyon megdrágítja a biztosítást időnként. Na szóval a napi.hu-n lehet erről olvasni. Kérlek szépen, én elmerültem itt egy természetes kivonatokból készülő spré és egy gyógynövény kapcsán az M4 egyik cikkében, ami arról a hát, magyar felfedezésről szól, hogy a CMC déli klinika kutatói a világon elsőként igazolták, hogy a mediterrán bodorrózsa kivonat gátolja az új koronavírus szaporodását szövettenyészeteken. De nem csak az, hanem pozitív irányban befolyásolja a vírusfertőzés által okozott kóros immunológiai reakciókat is. Úgyhogy van egy ilyen semlegesítő és fertőzés gátló hatás is, és ezt a magyar kutatók elsőként bizonyították a világon. Ez a mediterrán bodorrózsa, ez a Cistus creticus, és ennek kivonatát vizsgálták különböző szövettenyészeteken. És az az érdekes, hogy a vizsgálatot az a cég rendelte meg, ami nem csak ezt a tiszta bodorrózsa kivonatot vizsgáltatta, hanem a bodorrózsa alapú oldat és az orvosi zsály, a bíborkasvirág, acerolok és citrus bioflavonoidok keverékét is, és ezt a keveréket viszont már évek óta sikeresen forgalmazza egy szájsprében, amit szintén vizsgáltak és összevetettek, és érdekes módon az derült ki, hogy maga ez a szájsprének a teljes gátló hatása az erősebb volt, mint a tiszta bodorrózsa kivonatnak a gátló hatása, de a fertőzést visszaszorító hatás, meg a pozitív irányba befolyásoló immunológiai reakcióknak, a rossz immunológiai reakcióknak a pozitív irányba befolyásolása az erősebb volt a tiszta bodorrózsa kivonatnál, ahogy én ezt dekódoltam, különben teljesen értelmetlen lenne már használni. Minden esetre ez egy tök érdekes dolog, és hogyha működik, akkor egy újabb védekezési eszköz lehet. Tehát el tudom képzelni simán, hogy az ember nem csak a kezét tisztítja le, amikor kijön valahonnan, meg bemegy valahova, hanem szájsprét is használ.
Na hát képzeld el, nem is jártam még a Portfolio.hu-n, mégis a cárbombáról Észak-Korea jutott eszembe, és mivel foglalkoznak ma reggel a portfóliósok? Hát azzal, hogy komoly fejfájást okozhat a következő amerikai elnöknek az atomfegyverekkel állig felszerelt Észak-Korea. A cikk olvasását csak erős idegzetűeknek javaslom, mert az illusztráció egy borzalmas nagy Kim Jong-un fej, egy egész képernyős, ami hát sokkoló látvány, úgyhogy... Új szemüvege van most, mintha új szemüvege igen, lenne. Igen, igen, ilyen csontkerektes, tarkabarkás, nagyon divatos, a rőzse a régi, ez a kockára nyírt méretes fej, méretes frizurával, úgyhogy azért mondom, hogy ez egy erős kávénál is nagyobb sokkot okozhat így reggel. Szóval azzal foglalkozik a cikk, hogy bárki lesz az elnök, tök mindegy, hogy Trump vagy Biden. Azzal kell szembesülnie, hogy Kim Jong-un már lehetséges, hogy több mint 100 atomfegyverrel rendelkezik, akkor ennek azért már egy jelentős része nem patyomkin. Igen. Fegyver sajnos. És hát, hogy ez így, hogy bírnak majd Kim Jong-unnal meg a fenyegetéseivel, ezt latolgatja a cikk ma reggel itt a Portfolio.hu-n. Kávé helyett tudok én is ajánlani, gyakorlatilag meg se ittam az enyémet, és már 180 a pulzusom. A 444-en olvasom azt a fantasztikus hírt, hogy a járványhelyzet közben is jutott még 800 millió forint a Pécsi Foci Akadémiára. Úgyhogy ez van, kérem szépen. Ugye nem indokolták, ez egy kiegészítő támogatás volt különben, tehát nem ennyit kapott összesen a Pécsi Foci Akadémia, hanem több mint 2 milliárd 168 millió forintot. Ez kevésnek bizonyult, így ezt most megtoldották 800 millió forinttal, hogy felépüljön végre, és hogy minden szuper jó legyen. Ez a magyar közlönyből derült ki egyébként. Oké, szerintem menjünk tovább. Azt írja egy hallgató, tegnap megjelent cikk és riport is elhangzott, hogy ez a rózsa kivonat dolog badarság, nem tudja, hogy kinek higgyen. Igen, fura egyébként, lehet, hogy egy erőteljes reklámkampányon állunk szemben, én is olvasgattam, hogy mi van, de mégiscsak itt vannak ezek a szakemberek, és itt van a CMC Déli Klinika kutatócsoportja, dr. Jankovics István virológus és klinikai mikrobiológus. Na most, hogyha ez badarság, akkor... De ő létező személy, mert van, amikor ugye ezek a... Ja, értem, aha. Ugye, tehát sajnos ezt már magas szintre emelték már ezeket a dolgokat, hogyha a fene tudja, hogy... Ugye megnézem, jó? És akkor, jó, oké, csekkoljuk. Most viszont az Anand Barbiz játszik nekünk, hogy felkészülhessünk arra, hogy átnézzük a tegnapi tőzsdei kereskedési nap adatait. Botrányosan sok gyors jelentés jelent meg tegnap. Egyfajtában pingelt az egyik oldalnál, be van állítva egy ilyen riasztás, hogyha érdekes cikk információ jön, 10 után nagyon megsorozott, nem győztem kikapcsolni. De hát beszéltünk is ugye a hét elején szakértőnkkel erről a piaci hotspotból, hogy 186 cég jelent a héten az S&P 500-ból, tegnap egy csomó technológiai nagyágyú is hozta a számait.